itt ugye a mobiltelefonnak a sugárzását mérik, az, hogy a fejben milyen elnyert teljesítmény van. Ezt megtöltik ezt a úgynevezett fejfantom formát egy folyadékkal, ami az agyszövetnek megfelelő, és a szondát szépen végigléptetik a fejfantomban. Ugye a telefon a másik oldalon van felerősítve, ami sugároz, most ugye nincs bent telefon, de ide, erre a tartóra föl van téve, és akkor szépen lehet mérni azt, hogy milyen a expozíció eloszlása a fejben, és mivel ez egy szabványos fejfantom, az összes telefon, ami forgalomba kerül, egy ilyen fejfantom van, történő mérés után határozzak meg azt, hogy a forgalomba kerülhet, vagy nem. A héten Budafokon jártam, hogy felvegyek egy interjút az 5G-vel kapcsolatban. Ezt talán már hallottátok is a Szertár Podcastben, a 174. adás volt, az volt a címe, hogy honnan tudjuk, hogy mit nem okoz az 5G. Turóci Györggyel, a Puskázok Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályának a vezetőjével beszélgettem. Ha hallottátok már ezt az adást, ez most egy kis kiegészítés lesz. Ha nem hallottátok, akkor a teljes adást audio formában hozzávágom ehhez a videóhoz, úgyhogy akár el sem kell kattintani, itt is hallhatjátok. De a lényeg, hogy az interjú után körbe sétáltunk az intézetben, Turóci György megmutatott azért néhány műszert, hogy hogyan is kell ezeket elképzelni a gyakorlatban, ebből láttatok most egy kis részletet, most következik az, ahol a 3G technológiát vizsgálják sejtenyészeten, azt megnézzétek meg, utána pedig hallgassátok a podcastet. Sziasztok! Ilyenbe sugarazunk sejteket. Kinyithatom, lányok, ezt? Kinyithatom szerintem. Tehát ott vannak benne a peti készék bent. Aha. A partis üregben, és akkor itt generálunk a UMTS jelet, ugye UMTS szimulátor van, és akkor ebből jön a jel, aztán erősítjük, és akkor bekerül ide, és itt sugarazzuk a sejtjeinket. Hát ez így néz ki egy ilyen kísérleti elrendezés a 3G-re. Számos konteó van az 5G-vel kapcsolatban, madarak, meg a méhek, meg mindenféle. Tavaly nyáron kaptam az első hallgatói e-mailt, hogy az 5G-nek utána kellene járni, mert felröppentek ezzel kapcsolatban mindenféle fékevesztett elképzelések. Számomra is meglepő módon úgy megbolygult a világ, mint hogyha valami katasztrófa jönne. Ő Turóci György, a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályának vezetője. Gondoltam, találkozom vele, hogy hiteles szakértőként elmondhassa, hogy nyugi, mielőtt bevezetik az 5G-t, nyilván minden részletet végigkutattak már ezzel kapcsolatban. Vannak-e kifejezetten 5G-re vonatkozó kutatások? Nem, nincsenek. Ó, akkor mégiscsak emberkísérleteket végeznek rajtunk? Hát, erről nyilván szó sincs. Viszont ez egy elég bonyolult kérdés, úgyhogy ma nagyon alaposan átbeszéljük, hogy mire figyelnek a sugárbiológiai szakemberek, honnan tudjuk egy frekvenciasávról, hogy mit okoz vagy okozhat, hogy határoznak meg határértékeket, bekavarhat-e az 5G a meteorológiai előrejelzésekbe, igen, azokba, és kaptok tippeket arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a nem ionizáló sugárzásoknak való kitettségünket, hiszen... Az egy alapvető sugárbiológiai gondolat, és elv, hogyha kevesebb sugárzás, az feltétlenül, ha egyáltalán hat valamit, akkor az kevésbé fog hatni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 174. adása, és gyorsan hozzáteszem, hogy ma 12 éves a Szertár projekt, legalábbis pont 12 éve töltöttem fel az első kísérletezős videómat. Ma este ezt egy kis gerilla kísérletezéssel ünnepeljük majd meg a YouTube csatornán. Mielőtt a mai fő témánkba belekezdünk, jöjjön az e-heti felhívás, mert hogy a visszajelzésekből tudom, hogy sok témáról, rendezvényről innen tőlem szereztek először tudomást, ez pedig nagyon jó érzés. Akárhányszor volt eddig környezeti téma a Szertár Podcastben, könnyű dolgom volt, mert hogy nektek, felnőtteknek szólt az adás, akiknek vannak bizonyos előismereteitek. És szinte az is mindig előkerült, hogy a környezeti nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Az ELTE-n egy nemrégiben készült TDK kutatás szerint a gyerekeket kifejezetten érdeklik a klímaváltozással, környezetvédelemmel kapcsolatos témák, hiszen hallani hallanak róluk nap mint nap. De sok minden máshogy csapódik le bennük, mint a felnőttekben. Zárójel, a kutatást végző hallgatóval tervezek egy interjút később, jön majd hamarosan. Zárójel bezárva. Éppen az előbb elmondottak alapján nagyon hasznosak azok a programok, ahol korban hozzájuk közelebb álló fiatal felnőttek segítenek jól emészthetővé tenni a témát.
Ez a negyedik év, hogy tagja vagyok az Energia Követ program csapatának. Itt kifejezetten az energiahatékonyságon van a hangsúly. Olyan egyetemistákat várunk Energia Követnek, akik szívesen tartanak 5 rendhagyó energiatudatosságról szóló órát általános vagy középiskolákban, és akár saját példájukon keresztül mutatják meg, hogy mit tehetnek a kamaszok a saját életükben ezen a téren. A kiválasztott energiaköveteket 400 ezer forintos ösztöndíjjal, valamint ingyenes előadói és szakmai képzéssel honorálja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az idén március 31-ig lehet jelentkezni, részletek és jelentkezés az energiakövetek.hu oldalon. A linket megtaláljátok a podcast leírásában. Remélem, többetekkel fogunk majd együtt dolgozni az idén. És most jöjjön a mai fő témánk, az 5G rejtelmei. Túróci Györgyel. Mielőtt idejöttem és elmondtam, hogy az 5G-ről szeretnék veled beszélni, elmondtam ezt egy ismerősömnek, az első gondolata az az volt, hogy miért van ilyen, hogy sugárbiológia, egyáltalán létezik ez a tudományterület. A következő felvetése meg az volt, hogy igen, a Csernobil című sorozatot nagyon szerette. Igen, sugárbiológia létezik. Igazából a hidegháború idején lett intenzív hazánkban is, és általában a világ másik felén is, tehát a keleti és a nyugati felén intenzív kutatások indultak sugárbiológiai területen, mert akkor indultak az atombomba kísérletek, amelyek ugye nagyban meghatározták azt, hogy milyen erőviszonyok vannak a különböző felek között. Az intézet, ahol én dolgozom, és ez a korábban a sugárbiológiai kutatóintézet volt, az 1957-ben alakult, pont ebben az időszakban, amikor ezek a kutatások elindultak, és a szocialista országokban számos helyen alakult kifejezetten sugárzásra és sugárbiológiára koncentráló kutatóintézet. Ami a Csernobilra vonatkozik, és ami az én szakterületem, az elektromágneses terek, az egy teljesen más terület. A hétköznapi ember viszont, ha meghallja, hogy sugárzás, akkor valami láthatatlan, destruktív dologra gondol. Ezt egy picit meg tudod világítani, hogy mi a különbség? Igen, így van. Tehát én is láttam persze ezt a Csernobil sorozatot, érdekes is volt. Itt egész másról van szó. Ugye az ionizáló sugárzás az direkt kötéseket tud felbontani, és ilyen értelemben direkt közvetlen hatása van a biológiai rendszereknek, és ezt károsnak ítéljük meg. Már hogy kémiai kötésekről van szó. És ezért az Egészségügyi Világszervezet az ionizáló sugárzásokat úgynevezett egyes kategóriába a emberi rákkeltőnek minősíti. Míg az elektromágneses terek, amelyeket én foglalkozom, az a nem ionizáló tartományba tartozik, amelyik ilyen kémiai kötések felbontására nem képes, innen van a neve, egy kicsit bonyolult, de innen direkt szándékosan próbált a nemzetközi testület is szétválasztani ezt, amelyet én nem is szeretek igazából sugárzásnak hívni. Bár a nemzetközi testület is non-ionizing radiationnek nevezi, és ebbe a kategóriába sorolja. Én inkább elektromágneses térnek, vagy mágneses, vagy elektromos térnek szeretem hívni, mert így pontosabb. Azt mondtad az előbb, hogy az egyes kategória, az ionizáló sugárzások, az a legveszélyesebb. Akkor ez a kategória viszont egyáltalán nem veszélyes, vagy mi az, amire itt oda kell figyelni? Amiben ugye tudunk, és az Egészségügyi Világszervezet 2011-ben, és most rátérünk a rádiófrekvenciás sugárzásra és a mobiltelefonokra, 2011-ben a mobiltelefonokból származó elektromágneses térnek a rákkeltő hatásával kapcsolatban egy besorolást tett meg, itt pedig az úgynevezett 2B besorolást határozta meg. Milyen hosszú a skála, csak hogyha az egyes volt a legveszélyesebb, ez a kettes, akkor meddig tart? Tehát a skála úgy néz ki, hogy egyes, 2A, 2B, 3-as. Jó, akkor. Jelenleg, tehát és ez a 2B, ez a lehetséges rákkeltő kategória. A 3-as az pedig gyakorlatilag nem. Tehát a 3-as az olyan, amit vizsgáltak, de nem találtak ilyenek. És természetesen ez hosszú vita előzte meg, hogy ez ide sorolható-e vagy nem. Elsősorban úgynevezett, és hogy kifejezetten a rádiófrekvenciás sugárzásokról, vagy elektromágneses terekről beszéljünk, és a mobiltelefonról. Ezt a kategóriát azért tették ide, illetve ezt a úgynevezett fizikai ágenst azért sorolták ide,
mert 2011-ben fejeződött be egy nagy úgynevezett epidemiológiai vizsgálat, amely a mobiltelefonok és az agydaganat összefüggését vizsgálta. Ez 13 ország adatát gyűjtötték össze, majdnem 10 évig tartotta maga a kutatás, tehát egy elég hosszú idejű és átfogó, vizsgálat volt, amelyből általában az jött ki, tehát hogy a nagy számokat megnézték és összesítettek mindent, hogy a kockázat nem található, de bizonyos esetekben és a nagyon hosszú időt telefonáló, intenzív használók között találtak egy némi emelkedést a kockázatban. Ezért az Egészségügyi Világszervezet az elsősorban elővigyázatoságokból ezt ide sorolta. Egy pillanatra itt megakaszthatlak, tehát amikor azt mondod, hogy sokat telefonál az ember, ez azt akarja, hogy közvetlenül a füle mellett van folyamatosan a telefon, vagy az is, ha például az ölünkben nyomogatjuk, ahogy legtöbben mondjuk internetezésre használjuk a telefonokat? Ugye, amit ez a kutatás vizsgált, akkor még nem voltak okostelefonok. Tehát akkor mindenki a füle mellett tartotta, és ez azt jelenti, hogy napi 30 percnél többet beszél 10 éven át. Tehát ez az a kategória, ez nem olyan... Ismerjük ezt a kategóriát, szerintem vannak sokan. Vannak ilyenek természetesen. Ez ugye a mostani telefonhasználat egészen másfajta, hiszen többet nézzük, mint hallgatjuk. Tehát már az expozíció is más, és majd erre majd később kitérünk. Minden esetre a WHO-nak, tehát az Egészségügyi Világszervezetnek van egy nagyon szigorú eljárásrendje arra vonatkozóan, hogy hogyan sorol be rákkeltő anyagok közé fizikai vagy kémiai anyagokat, és ebben az első legfontosabb egy epidemiológiai eredmény, és ha ezt alátámasztja állatkísérlet, és alátámasztja egy hatásmechanizmusra vonatkozó mondjuk sejtszintű vizsgálatok, és ez mind egy irányba mutat, akkor az az egyes kategória. Tehát meg lehet magyarázni, hogy miért van. Állatkísérletek is ebbe az irányba mutatnak. A 2B akkor jön ki, amikor az epidemiológiai vizsgálat egy sejtést mutat, hogy itt lehet kockázat, valamilyen kockázat, de sem az állatkísérletek, sem a emögött levő úgynevezett hatásmechanizmusra vonatkozó kutatások, azok nem mutatják ezt, vagyis nem mutatnak egy irányba. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogyha már elektromágneses terekről beszélünk, és itt a mellettem levő táblán távvezetékek is vannak, hogy az 50 Hz-es mágneses terekre vonatkozó ilyen besorolást 2001-ben tette meg a WHO, és azt is úgynevezett 2B besorolta, szintén hasonló okok miatt. Tehát lényegében, ha megyünk az utcán, elmegyünk egy mezőn mondjuk a nagy feszültségű távvezetékek alatt, vagy bármilyen módon közel kerülünk hozzá, akkor ki vagyunk téve egy bizonyos kockázatnak? Így van, tehát ugyanez a kategória. Természetesen nem mindegy, hogy ez mekkora, és hogy mennyi ideig vagyunk ott. És az is fontos, hogy a nemzetközi szervezetek, van egy nemzetközi sugárvédelmi bizottság, amelyik úgynevezett ajánlásokat tesz közzé, az arra vonatkozva, hogy mik legyenek a határértékek. Ugye ez mindenben találkozunk ilyennel, hogy mik azok a határértékek, amelyeket be kell tartani, amiről azt mondjuk, hogy ez már nem káros, ez be lehet élni, ugye a légszennyezettségre, stb. Mindenre van ilyen. Itt is vannak ilyenek, és ez egy nagy munka, és a nemzetközi testületnek egy fontos feladata az, hogy ezeket a határértékeket meghatározza, azok alapján, az olyan információk alapján, amik elérhetők addig az irodalomban, vagy a kutatási területen. Viszont azt mondtad, hogy ezeket nagyon-nagyon hosszú távú kísérletek előzik meg, hogy fel tudják mérni. Nagyon sok cikkben szerintem láttad, amikor az 5G kapcsán felháborodnak az emberek, akkor olyanokat szoktak mondani, hogy egy ember kísérlet zajlik, stb. Ezeket azért próbálom higgadtan kezelni, mint ahogy a környezetem is próbálja higgadtan kezelni, de nem lehet esetleg abban valami, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, nincsenek még meg azok a akár több tíz éves hatástanulmányok, például 5G kapcsán, ami indokolná az óvatosságot? Én is próbálok higgadt maradni természetesen, de tulajdonképpen igaz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az 5G bevezetése kerül, és vannak-e
kifejezetten 5G-re vonatkozó kutatások nincsenek. Tehát... Egy picit mit akar pontosan az 5G, csak ékeljük be ezt. Igen, elnézést, ez ugye az ötödik generációs mobiltelefon technológia, ami most jön, és az 5G-vel kapcsolatban ugye nagyon sok kérdés merült föl. Számomra is meglepő módon úgy megbolygult a világ, mint hogyha valami katasztrófa jönne, holott, és majd később visszatérünk rá, hogy pontosan mi is ez, de ez az ötödik generációs mobiltelefon, de visszatérek az eredeti kérdésre, hogy akkor mennyi kutatás kell előtte, és ez hogy néz ki. Valóban ezek a technológiák megelőzik azt, hogy hosszú távú kutatásokat végezzünk előtte. Ugyanakkor azért az elektromágneses terekkel kapcsolatban is, hát amikor a rádiózás és a radartechnika megjelent, azóta már vannak tapasztalataink, meg eredményeink, tehát a mobiltelefon technológia és annak az elterjedése nem a semmiből jött, illetve hát korábban is voltak ilyen jellegű vizsgálatok, tehát azokat is, amikor egy ilyen elemzés történik, hogy például ki legyenek a határértékek, és ez hogy nézzen ki, mi az, amit károsnak minősítünk, mi az, amit már nem, és erre milyen biztonsági faktorokat teszünk. Azért a korábbi rádióműsorszórás, meg radartechnikából eredő vizsgálatokat azért figyelembe lehetett venni. Igen, viszont azok az átjátszó állomások, mondjuk a rádió átjátszó állomások jó messze vannak tőlünk, viszont a mobiltelefonokkal folyamatosan közelről érintkezünk, és bár kisebb a teljesítménye, mégis közelebb, így van, hosszabb ideig vagyunk kitéve neki. Ez az egészségügyi világszervezetnek a besorolása, amiről korábban beszéltünk, ez kifejezetten, ha valaki megnézi ezt a sajtóközleményt, meg aztán magát a dokumentumot is, kifejezetten hangsúlyozza, hogy ezt a mobiltelefon expozíció miatt tették ebbe a kategóriába. Tehát még csak nem is a bázisállomások vagy a rádióadók miatt, mert hogyha valaki a füléhez teszi a mobiltelefont, és használja és beszél rajta, akkor több ezerszer nagyobb úgynevezett elnyelt teljesítmény vagy expozíció, vagy terhelés éri, mint hogyha megy a városba és bázisállomások között megy, és a bázisállomásokból érő elektromágneses tér éri. Tehát ezek a nagyságrendek nagyban különbözik az, hogy valaki telefonál, vagy nem telefonál, és szoktam is mondani, hogy aki úgy gondolja, hogy az egészségét félti, és szeretne minél kevesebb expozíciót elszenvedni ebből a fajta elektromágneses térből, akkor használjon fülhallgatót, kihangosítót, itt pár centiméter is számít a mobiltelefonnál, tehát hogyha pár centiméterrel távolabb tartja, már akkor jó. És vannak olyanok, akik úgy telefonálnak, igen, hogy... Igen, persze mindenki hallja, messzire. Ugye az sem biztos, de ugye ahogy viszont látjuk... ha már itt felvetődik, bocs, hogy megakasztanak, de a kihangosító, az például, vagy a fülhallgató, az például a Bluetooth-os megoldásokat is lehet alkalmazni, vagy ott csak még tovább tetézzük a problémát? Hát, igen, tehát a Bluetooth ugye az maga is egy kis rádióadó ott a fülünknél, tehát a legjobb a madzak, de a Bluetooth is jobb, mint ha oda tesszük a telefont, tehát egész biztos. Ugyanakkor ugye a telefonnál is hát nagyon sok vizsgálat történt, főleg ugye az epidemiológusok is, akik az említett nagy vizsgálatot végezték, hát viszonylag egyszerű, hogy most mennyi telefonál, hány órát lehet, azt lehet mérni, meg a telefon is őrzi, de azért az, hogy tartja a telefon, milyen távol, nagyon jelentős, hogy milyen vételi viszonyok között van. Ugye a telefonban van egy ilyen automatikus szabályzás, hogyha rossz helyen vagyok, tehát rossz a vételi viszony, akkor hogy a kapcsolat fennmaradjon, ugye fölnyomja a teljesítményét a telefon, tehát jobban sugároz, mint hogyha olyan helyen vagyok, ahol jó az ellátottság. Elközött akár egy milliószoros különbség is lehet. Tehát ilyen értelemben, amikor az expozíció becslés zajlik egy ilyen vizsgálatnál, az nem is van egyszerű. Tehát nem egy egyszerű feladat, és a új technológiák miatt, főleg az miatt, hogy most már viszonylag kevesebbet van a fülünk, néha nem előttünk van, meg hát úgy beszélünk, hogy,
hogy közben a szájunkhoz tartjuk, ugye az okost, ugye számos látom az utcán, hogy közben úgy beszűkül, benéz is, tehát nem a fülünknél van, hanem a, mondjuk az orrunk előtt, vagy a szánk előtt. Ilyen értelemben egyrészt nagyságrendel kisebb a fejben elnyert teljesítmény és a embertérő expozíció. Másrészt ugye nagyon nehéz helyzetbe hozza a kutatókat, mert az expozíció becslés, ami a legkényesebb és kritikusabb pontja ezekkel a vizsgálatoknak, az ilyen értelemben elég bizonytalan tud lenni. Az tény, hogy az agy a legfontosabb szervünk, ha úgy veszük, sőt, az kijelenthetjük, hogy a legfontosabb szerv. Attól távolabb tartjuk a telefont, viszont többnyire a zsebünkben tartjuk őket, ami azért más kockázatokat is felvethet. Így van, így van. Ez ugye ez most, hogy a zsebünkben van, és állandóan kommunikál, jönnek az üzenetek, mit tudom én, akár még frissít is tudtunk nélkül. Tehát sok minden zajlik a zsebünkbe a telefonnal, miközben sétálunk a városban, vagy bármerre vagyunk. Természetesen a más szervekre is hathat. Eddig nem nagyon mutatták ki, hiszen a úgynevezett ennek a elektromágneses térnek a frekvenciája miatt a behatolási mélység azért nem olyan nagy az emberi szervezetben, ez néhány centiméter ott a fejnél, ez fontosabb, mint a egyéb szerveknél. Minden esetre az tény, hogy akkor is van expozíció. Természetesen azt látjuk, hogy a legnagyobb expozíció, különös azért, mert ugye a koponya az maga a koponya csont az egy vízben szegény szövet, tehát az sokat nem nyel el, azon gyakorlatilag átmegy az elektromágneses tér. Az agyszövet viszont egy vízben gazdag szövet, ott meg jól elnyelődik, tehát ilyen értelemben azért mégiscsak akkor vagyunk leginkább kitéve, hogyha a fejünk közt tesszük. Az 5G-nek milyen hatásai lehetnek, ha vannak egyáltalán, és nem feltétlenül csak élettani hatásokra gondolok, de hogyan befolyásolhatja az életünket? Ugye az 5G az egy nagyon általános fogalom. Mindig én kérdezem gyakran azokat a kollégákat, akik a ilyen műszaki oldalról jönnek, és a tervezéssel, meg ilyesmivel foglalkoznak, hogy mondják meg nekem, hogy mi az 5G igazából. És akkor ők is zavarban vannak, mert az 5G az egy nagyon általános fogalom. Tulajdonképpen egy olyan szolgáltatást és technológiát jelent, amelyik azt mondom, hogy egy nagyobb kapacitást tesz lehetővé a mobil kommunikációban, hogy nagyon általánosan fogalmaznám. És azok a technológiák, amelyek az 5G-ben teljesen szabványosak és majd meg fognak jelenni, azok már korábbiakban is megvannak. Tehát a 4G az nagyon sok formájában és technológiájában az 5G technológiát hordozza már, és ha megnézzük azokat az adatokat, hogy a mit tudom, 2024-2025-re vannak ilyen becslések, a kommunikáció hány százaléka fog még 4G-n meg 5G-n folyni, akkor itt még bőven a 4G-n fogunk kommunikálni. Most, hogy az 5G-vel kapcsolatban a legfontosabb az, hogy ezt igazából a technológia miatt fejlődik. Tehát az ipari felhasználása lesz jelentős és jelentősebb, mint hogy a felhasználók azok, hogy gyorsabban tudjanak letölteni egy filmet. Tehát igazából a technológiai fejlődés, tehát az ipari fejlődés egész pontosan. Az ipar 4.0-val hozzák összefüggésbe. Tehát az ipar 4.0, hogyha ez a kifejezés ismerős, de azért elég sokat használjuk, tehát ez ipar 4.0 igényli ezt a technológiát, ezt a vezeték nélküli technológiát, és nagyon sok új alkalmazás terveznek, és van küszöbön az 5G-vel kapcsolatban, amihez már az 5G-kel mondok példákat, hogy nyilvánvalóan az önvezető autó, ugye ez mindenkinek eszébe jut, mert az önvezető autó tele van szenzorral, ugye mindig kell tudni, hol van. Ugye az 5G az egy olyan technológia, ahol ugye az úgynevezett késleltetési idő az nagyon rövid lesz, tehát még a 4G-nél az a 20 millisekundum, de mondjuk az önvezető autónál ez nem annyira lényeges,
hiszen az emberi reakcióidő is 200 millisekundum körül van, tehát azért még mindig jobb, de ez nem is akkor érdekes, hanem akkor, amikor mit tudom, van egy távgyógyászat, és akkor ott viszont tényleg már nem mindegy, hogy ez zajlik, vagy olyan feladatok, amikor tényleg nagyon... Itt távgyógyászat alatt azért beékelem, hogy nem az ilyen betelefonálós műsorokra gondolsz, hanem amikor az orvostáv van az egyik helyszínen. Az egyik orvos van ez egyik helyen, és egy joystickkal irányítja a lézerkést a világ másik felén. Persze nem azt mondom, hogy ezek nélkül, a technológia nélkül nem lehet élni, de vannak olyan alkalmazások, amikor tényleg nagyon szükség van arra, hogy ez nagyon gyors legyen. Illetve például a mezőgazdasági alkalmazások. Tehát most Magyarországon is lesz majd egy olyan nagy kísérlet, hogy egy kísérleti mezőgazdasági terep, ahol rengeteg szenzort, érzékelőt föltesznek, és néznek minden szeret, mindenfélét, hogy optimalizálni lehessen a mezőgazdasági termelést, meg csomó minden adatot lehet gyűjteni, ami segíti. Tehát ezek a technológiák adott esetben, vagy például van egy nagy turbina, ami forog, és kellene a forgás közben gyűjteni adatokat, amiket nehéz, mert ugye ott a kábelek azok nagyon zavarnak. De ilyen technológiával, vagy felszerelünk rá ilyen érzékelőket, akkor viszont gyorsan és nagyon időben, tehát ott valóban ezek a millisekundumos idők fontosak, lehet vizsgálni egy anyag elfáradását, egy folyamatot lehet követni. Tehát igazából az ipari technológia és a ipar 4.0 az, amelyik nagyon igényli ezt a technológiát, és ott is fogják először bevezetni. Tehát azok a úgynevezett milliméteres hullámhosszú 5G technológiák, amelyeket terveznek, azok elsősorban az ipari csarnokokban a egyes berendezéseket fogják vezérelni, mintsem, hogy mi használni fogjuk első esetben. És akkor ott mire kell majd figyelni? Tehát hosszabb pihenőidőket bevezetni mondjuk a munkatársakra, akik ott dolgoznak, vagy rájuk nézve is, ha úgy tetszik, ártalmatlan kategóriába lehet sorolni, vagy ebbe a 2B-be? Ugye itt amikor az 5G-ről beszélünk, akkor általában két fontos kérdés merül fel. Az egyik, hogy az új technológiából eredő elektromágneses expozíció, aminek vannak feltételezett hatásai, azokra hogy tudunk következtetni a korábbi adatokból, tehát a 4G, 3G és a többi adatokból. Elég sokat tudunk. Tehát maga az első 5. generációs mobiltelefon frekvencia az a 3,6 GHz lesz. Most a 3,6 GHz az nem nagyon van távol a 2, ugye a Wi-Fi-től, meg a mikrosütősről, illetve hát sokan nem is tudjuk, de már a 5 GHz-en Wi-Fi-zünk, csak nem is tudjuk, mert már ugye 5 GHz-es Wi-Fi rendszerek is vannak. És azért azon is sokan szoktak aggódni, hogy milyen messze ülnek a modemtől. Tehát a frekvenciából ott vagyunk. Ugye a modemre is, ugye valaki bekapcsolott van egy számítógépet, mondjuk egy társasházban lakik, akkor legalább 10 wifi-t lát, ugye? Tehát azt, hogy kapásból lehet látni. Itt is ugye a távolság nagyon fontos, tehát távolság nézetével csökken ez az expozíció, vagy úgy mondjuk, ugye teljesítmény sűrűség, ez olyan, mint a fény, tehát minél távolabb vagyok, annál gyengébb. Tehát, hogy hova helyezzük a modemet például otthon, és valaki azt szeretné, hogy kevésbé legyen exponálva, akkor mondjuk ne a feje mellé tegyen, mert a távolság az itt nagyon fontos. De ugyanakkor meg azért, aki egy társasházban lakik, az látja, hogy most hiába kapcsolja ki, ő a többieket akkor is fogja látni, és különböző erősséggel. De visszatérve itt, hogy mire következtethetünk az korábbiakból, és mi az, ami új, és figyelni kell. Tehát az első, ez a 3,5 GHz-es, vagy 3,6 GHz-es tartomány, erről azért sokat tudunk. Tehát a számos kísérlet történt a Wi-Fi és az elkülöni frekvenciákon, tulajdonképpen a 4G is az 2,1 GHz-en megy, tehát olyan nagyon, tehát biológiai oldalról és tulajdonképpen expozíció oldaláról sincs olyan nagy különbség ezek között. A technológia az kicsit más, mert itt van egy olyan érdekes technológia, hogy azért, hogy a,
azokat az igényeket, amelyek előjönnek a felhasználók részéről, hogy adott esetben egy helyről valaki elkezd egy filmet letölteni, és azt gyorsan akarja csinálni, akkor ez a technológia képes arra, és egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy a bázisállomás az nem egy nagy területet egyszerre lefed, hanem mindig célzottan megkeresi azt, ahol az igény van, és úgymond oda fókuszál, vagy oda koncentrál. És ez azért fontos, mert amikor megvizsgáltuk azt, és erre már vannak elemzések és publikációk is, hogy na akkor az átlagos expozíció az hogy fog kinézni? Tehát valaki ül egy helyen, és akkor tudom én, ott valaki használ mellette egyet, nem használ, aztán megint használ, aztán ő használja, vagy más használja. És megvizsgálták azt, persze ez csak modellek, tehát mivel a technológia mi nincs bevezetve, ezért ugye modellezni lehet, de azért sok mindent már el lehet modellezni. Abból azért az jön ki, hogy az emberrel kivetített átlagos expozíció, mondjuk azt mondtam, egy napos átlagban, vagy 5 órás átlagban, vagy egy félnapos átlagban, nem nagyon növekszik emiatt, mert ugyan lehet, hogy egy adott időszakban magasabb, de a expozíció ideje is rövidebb, hamarabb tölti le a filmet, tehát a maga a kommunikáció ideje is rövidebb. Mondjuk ebben soha nem gondoltam bele. És amikor már nem használja, akkor meg már ez a koncentráció nem oda megy, hanem máshova. Tehát ezeket, amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen expozíció várható, sokkal nagyobb-e vagy nem, és ugye itt lehet olvasni a legkülönbözőbb Conteóban, hogy majd itt mindenki megég, meg stb. Tehát ezek nyilvánvalóan nem igazak, mert az egész technológia az nagyon sokkal bonyolultabb ugye, ellátottságot fog hozni, és amikor kérdezik, hogy most magasabb lesz, vagy nem, az most azt becsüljük, és az eddigi modellek azt mutatják, hogy nem lesz magasabb, más lesz. Tehát más lesz az elosztás időben, de átlagosan, ha nézzük, akkor az expozíció átlagban nem várható, hogy magasabb legyen. Az elosztása az más lesz természetesen. Sokat beszéltél az expozícióról, de mi pontosan a hatásmechanizmus, amivel számolni kell? Mi az, amire egész pontosan hat? Amit a nemzetközi testületek elfogadott hatásnak mondanak, az a hőhatás. Uh-huh. Tehát mint a mikrosütőben, amikor berakom a kaját. Azért egész pontos legyek, azt jött ki az eredményekből, a különböző kutatási eredményekből, hogy ott a hőhatás, tehát ahol a hőmérséklet emelkedik, ott a bizonyos károsnak mondott biológiai hatások megjelennek. És ennek a hátterében egyébként károsnak mondott idegrendszeri hatások jelennek meg. Ilyen értelemben, de csak akkor, ha már hőhatás is van. Tehát ezért viszonylag egyszerűen azt mondta a nemzetközi testület, hogy ha már hőhatás van, akkor azt el kell kerülni. Uh-huh. Ennek ugye az, hogy hőhatás van-e vagy nem, ez az intenzitástól függ, és a jelenlegi életünkben, még a mobiltelefon esetében is, tehát amikor ott van a fejünknél a mobiltelefon, akkor is messze vagyunk attól, hogy hőhatást okozzon az agyban. Ami hőt érzékelünk a telefonálás során, mert azt ugye sok ilyen érzékelés van, meg ember érzi is, az elsőbben azért van, mert maga a telefon melegszik. Tehát aha. Amikor ott vagyok, ugye ott van egy rádiós adó, meg akkumulátor, meg mindenféle. Igen, láttam ilyen hőkamerás felvételeket, igen, és akkor idézőjebben bizonyítéként, és igen, inkább mindig ugye arra gondoltam, hogy tök jól leszigeteljük a saját hőnket. Tehát egyrészt, hogyha már csak oda teszünk valamit, és semmit sem csinálunk, akkor is így van. Ugye erre vonatkozó vizsgálatokat mi végeztünk, itt lenn van egy poszter, ami ezt mutatja, amiből az jött ki, hogy például még a 900 MHz-es telefon, amikor csak úgy be van kapcsolva, és leteszem a levegőbe, akkor olyan 6 fokot melegszik 10 aha. perc után. Most azt ugye már érezzük. Tehát akkor vasalót se tartson senki hát igen, a fejéhez. Igen, tehát ez olyan, amit vasalót sem tart, vagy a hajszárító ugye az is melegít. Tehát maga, ami hőérzet van, amire vissza akarok térni, tehát ami eszköz van a kezünkben, és különösebb ami a környezetet éri, ott messze-messze alatta vagyunk ennek a úgynevezett hőhatásnak. És ez az 5G-re is igaz lesz. Tehát az 5G technológiából eredő
lakossági vagy környezeti expozíció az messze-messze lesz még ettől a határtól, hogy hőhatást okozzon. Ez egyik fontos dolog. A másik, ugye szintén az 5G-nél, hogy mennyire ható be a szervezetbe. Tehát az fontos, hogy mi az a target, mi az a melyik szervünk az, amelyik a legjobban célzott. Ugye a mobiltelefon esetében azért azt mondjuk, hogy mégiscsak az agy, mert ott közel teszünk a telefont, ott azért a 900 MHz az ugye jobban behatol, tehát minél alacsonyabb a frekvencia, annál jobban képes behatolni az emberi szervezetbe, és minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál kevésbé éri a belső szerveket, inkább a bőrt, vagy a bőr alatti szöveteket. Ez a szkénhatás miatt van? Igen, így van. Tehát mire most azok a technológiák, amik egyre mennek följebb a frekvenciába, akár a 3,5 már ilyen ott, és már ugye egyre kisebb ez a úgynevezett behatolási mélységnek van egy definíciója, ez pontosan mi. De aztán majd, ami a következő, a 26 GHz körüli frekvencia sáv, amit majd az EU-ban kijelöltek arra, hogyha milliméteres hullámhosszú és pontos és gyors kommunikáció kell, akkor ez a frekvencia sáv a következő kijelölt frekvencia. Hát a 26 GHz-en ott már tényleg szinte a bőrben nyelődik el az expozíció 99%-a. Ilyen értelemben a kérdés az, hogy a bőrrel mi van. És ez egy fontos dolog. Például mi is a illaboromba, amikor jöttél, akkor épp a kolléganőkkel ugye itt egy kísérletről beszélgettünk, ahol már a bőrt vizsgáljuk. Tehát megnézzük, ugyan hát ilyen egyre peti csészékben ilyen bőrszövetet, de már azt nézzük, hogy a bőrre való hatás az milyen, mert ez fontos lehet. Ha tippeket kellene adni valakinek, hogy hogyan tudnám mérsékelni a kockázatot, akkor mit mondanál neki? Ha tippeket adnék, akkor azt mondanám, hogy egyrészt, ha telefonál, úgy telefonálja, hogy nem a fejénél van. Tehát ez szerintem fontos. Az, hogy mindig kevesebbet telefonáljon, hát az úgy nehéz. Tehát az már nem annyira. De mondjuk az, pedig hogy lennének pszichológiai kedvező hatásai is. Tehát lehet, hogy ennek számos előnye van egyébként, hogyha valaki, ugye vizsgálták azt, hogy fejfájás és a mobiltelefon használat összefüggése. Ezek a és akkor találtok összefüggést. Tehát ugye, aki mit tudom, hogy napi egy óránál többet mobiltelefonált, annak elég más problémái is vannak. Tehát lehet, hogy a munkahelye van, a stresszes munkahelye van, ahol ezeket elég nehéz szétválasztani. Ugye, hogy visszatérve, vagy mit javasolnék, itt a távolság az mindig nagyon fontos. Tehát, hogyha nem a füléhez teszi, vagy használ ilyen fülhallgatót, madzagosat, vagy még a Bluetooth is jobb, mert látom most ugye az okostelefonoknál ez, aki mindenkinek a kis fehér ízét lóg a fülénél, úgy azért az ott az antenna, tehát azt lehet tudni, hogy az ott, ami lefelé lóg, az a kis fehér, az azért lóg ott, mert az egy antenna, ami ugye a telefonjával kommunikál. Nem tudom, én nagyon szerettem a Jack Dugót, illetve a mai napig szeretem, már csak ilyen tudománytörténeti kuriózumként is, hogy az talán a legrégebbi csatlakozó így típus. Így van, úgyhogy ami megmaradt még az életünkben. Igen. Így van, úgyhogy szakad meg a szívem, hogy az új telefonokból kivezetik, viszont vettem ilyen adaptert, amivel be lehet dugni a USB-C-n keresztül. Ezt javaslom, hogyha valaki ilyen, vagy ha otthon éjszaka mondjuk nem a párnája alá teszi a telefonját. Ugye az sokan ugye óraként használják, ébresztő óra, hát akkor ott van a feje mellett, az között a kommunikálgat, meg jönnek üzenetek, mennek, stb. Lehalkítja. De az ébresztő óra, úgyhogy szól neki. Ugye lehet úgy is ébresztő órát beállítani, hogy lekapcsolja repülő üzemmódba, akkor nem kommunikál. Vagy a wifi-t olyan helyre teszi, ahol ami azért nem az ágya mellett van, vagy nem a fal túloldalán, ahol alszik. Tehát mindenképpen a használati idő, meg a távolság az azzal, amivel az ember tud operálni, és ez talán fontos is. Tehát aki ilyen értelemben ez a modern egészségféltés, ez azért megjelent a társadalomban, ami nagyon helyes és jó is, mert a prevenciót mindenképpen segíti. És a WHO is azt mondja egyébként, hogy
ha elkerülhető az expozíciós olyan eszközök használata, ami nem szükséges vezetéték, akkor, és valaki úgy gondolja, hogy ez fontos, akkor ne használja, mert az egy alapvető sugárbiológiai gondolat és elv, hogyha kevesebb sugárzás, az feltehetően, ha egyáltalán hat valamit, akkor az kevésbé fog hatni. Ez tulajdonképpen ilyen egyszerű. Túl sokat nem tudok ennél többet mondani, nem nagyon bonyolult. Te figyelsz valamire ezek közül? Én egyébként figyelek, tehát nekem ugye még egy ilyen, nekem két telefonom van, az egyik egy ilyen régi. Kihúzható antennás. Nem kihúzható, de van egy régi, ez praktikus okokból, mert az egy hétig bírja az aksit, tehát akkor nem kell naponta töltögetni, ugye most látom, mindenki naponta töltögeti az okostelefonját. Tehát én azon beszélek, és van egy okostelefonom, ami csak internetezek, tehát azon a e-maileket olvasok meg, ugye, amit általában az okostelefonnal lehet csinálni. De én például azt csinálom, hogy amikor, tehát látom, kihív azt, ugye, általában látja az ember, és úgy látom, hogy ez most azért egy-két percnél hosszabb lesz, mert egy hosszú megbeszélés van, akkor előszerem a jackdugót, bedugom fülembe, és akkor beszélgetek akár fél órán keresztül, mert néha olyan a telefon, nem nagyon szoktam egyébként, de ez előfordul, tehát ilyenkor az ember tudja védeni magát. Ez én technikám, de nyilván mindenki mást is kitalálhat. Az egészségügyi hatásokon, kockázatokon kívül mi az, amire még esetleg hatással van az 5G? Ugye itt előjött a meteorológiai rendszereknek a zavarása. Tehát arról van szó, hogy az 5G-ben használt bizonyos frekvenciasávok, amelyeket kijelöltek az 5G-re, azok összetalálkoznak a meteorológiai előrejelző rendszereknek a frekvenciasávjaival. Ez egy egyszerűen megoldható kérdés, és a nemzetközi hírközési szervezet az erre már figyelt, és ez tulajdonképpen meg is van oldva, mert ez egy egyszerű dolog, hogy akkor most nem azt a frekvenciát, hanem azt a frekvenciát fogja használni, tehát ez ilyen értelemben ugye ki ez megoldódni látszik, és erre nyilván fölhívták a figyelmet, mert ez egy egyszerű technológiai kérdés. Ugye számos konteó van persze az 5G-vel kapcsolatban, madarak, meg a méhek, meg mindenféle. Azért ezeknek a nagy része, hát ha ember kicsit utánnyomna a nyomoz, és azért az interneten lehet találni nagyon okos ilyen írásokat, akinek volt ideje utánja nyomozni, hogy honnan is indult ezzel, és hogy miért lett ez ilyen. Hát én általában azt szoktam mondani, hogy aki úgy kezd egy írást, hogy ez egy emberkísérlet, akkor azt már nem is nagyon érdemes tovább olvasni, mert ez már egy olyan előfelvetés és egy olyan konteó, amit, hát hogy mondjam, nagyon óvatosan kell kezelni. És van egy másik oldala is a dolognak, hogy erre az egész félelemre vagy a egészségféltésre azért ráül egy iparág is, most idézőjelben mondom, melyik szeretné kihasználni ezt a félelmet, és hát számos olyan, hogy mondjam, ilyen kütyüt, meg mindenféle csoda eszközt kezdenek árulni az interneten. Magam is találkoztam vele, és ide telefonokat is kapok, hogy ez most jó, vagy nem jó, meg stb. Úgyhogy azért ezzel nagyon óvatos lennék. Tehát azért próbáljunk józan észre vásárolni ilyesmiket, mert ami a rossz sugárzásból jót csinál, meg ilyesmi eszközök vannak, azért ezekkel azért gyanakodjunk kicsit. Épp mielőtt ide jöttem hozzád, olvastam egy konteót, amit gyönyörűen kapcsolta össze az 5G-t és a koronavírus járványt, hogy valójában mindenkinek be akarják adni a védőoltást azért, hogy 5G-vel tudják be- és kikapcsolni a vírust. Na hát ezzel nem találkoztam, úgy vártam már, hogy egyszer ez a konteó is elő fog jönni. Ugye aki látta a Kingsman filmet, nem tudom, majd érdemes megnézni, mert ott ugye az pontosan erről szól, hogy a mobiltelefonnal befolyásolják az emberek agyát, és akkor nem tudom, mit csinálnak. Tehát úgy vártam már, hogy ezt hogy fogják összehozni, erre mondjuk nem gondoltam, de azért ez elég meredek. Szokták mondani erre ilyen székely visznek a poénja az, hogy remélem komolyan gondolták, mert visznek kicsit durva. Tehát ezzel kapcsolatban hát számos konteó fog megjelenni. Ezeket azért érdemes óvatosan kezelni, és ugyanakkor amikor megjelenik valami, és azért a WHO is azt mondja, és ez azért mindig a kutatónak a fejében van, mert a kutató azért kutató, hogy figyelje a környezetét, és abból következtetéseket vonjon le, és próbáljunk érdemes kérdéseket föltenni. A WHO is azt mondja, hogy amikor elkezdünk vizsgálni, megjelenik egy új technológia, akkor nézzük azt, hogy milyen egyéni válaszok vannak, tehát milyen tapasztalatok vannak. Hogyha vannak egy irányba mutató tapasztalatok,
például mit tudom, mobiltelefon fejfájás, tehát ez tipikus, ugye ezek előjöttek már a mobiltelefon használata idején, akkor nézzük meg, hogy meg lehet-e ezt vizsgálni, tehát lehetne olyan módszert találni, amivel ezt vizsgálható. Akkor csináljunk egy kísérleti modellt, amivel ez modellezhető, akár állatkísérletben, emberbe, humánba, epidemiológiával. És hogyha ezt megvizsgáltuk, akkor mondhatunk rá valamit, de az viszont nagyon nem jó, hogyha elmegyünk egy ilyen jelenség mellett. Tehát én, mint kutató, és sokan keresnek minket különböző ötletekkel, hogy ez meg így meg úgy. Én azért igyekszem mindenkire figyelni, mert a legrosszabb, ha egy kutató elmegy valami mellett, amit észre kellett volna vegyen. Természetesen nem a konteukra gondolok, hanem arra, ami valóban egy új gondolat, és érdemes rá odafigyelni. Remélem, ebben az adásban ti is sok új gondolatot találtatok, amire érdemes volt odafigyelni. Jönnek még hasonló tartalmak, jövő héten például a szupercellák nyomába eredünk a viharvadászok segítségével. Hogy ne maradjatok le, iratkozzatok fel a Szertár Podcastre SoundCloudon, iTunes-on, Spotify-on vagy bármely podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. A Szertár 12. születésnapja alkalmából a YouTube csatornámon egy kísérletező sorozatot indítottunk a Tudományos Piknikkel együttműködve. Ezen kívül más videós tartalmak is kerülnek majd fel, úgyhogy érdemes felnézni oda. Mint ahogy Facebookon és Instagramon is találtok érdekességeket, ha a Szertárt követitek. A podcast fenntartását a Patreon előfizetők teszik lehetővé. Köszönöm, ha te is hozzájárulsz havonta egy jelképes összeggel, mondjuk egy sajtburger árával a működési költségekhez. www.patreon.com/szertár. Köszönöm a figyelmeteket, a következő podcast adásig legyen szép hetetek, sziasztok!